Szeptembertől a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskolában a 21. századi környezetben kezdhetik meg a tanévet a diákok és a pedagógusok. Ünnepélyes keretek között adtuk át a közel 400 millió forintból megvalósult fejlesztést, melynek köszönhetően elkészült az intézmény épületeinek teljes belső felújítása, valamint a legtöbb épület esetében a tető teljes vagy részleges cseréje. Itt ugye egy 400 milliós beruházás történt, melynek gyakorlatilag egy komoly felújítás a következménye. Szaktantermek újultak meg, művészeti termek újultak meg, nyelvi labor lett, és ez azért nagyon fontos, mert én is azt vallom, hogy a külcsínynek és a belcsínynek együtt kell működnie. Lehet nagyon szép egy iskola kívülről, hogyha belül a szakmai tartalom az nem jó. És ha a szakmai tartalom megvan, de romos az épület, akkor sem szívesen viszik oda a szülők a gyerekeiket. Én itt látva az előző produkciót, amihez szeretnék gratulálni, és nagyon-nagyon boldog vagyok, mert mindig nagyon szeretem, amikor azt látom, hogy egy tantestület együtt él, együtt mozog a gyerekekkel. És itt ez történt. Amikor együtt énekeltetek a fiatalokkal, az szerintem nekik is egy nagy öröm, nekik is egy komoly motiváció, és én azt látom, hogy itt biztos, hogy egy olyan komoly szakmai munka folyik, ahol ti is érzitek azt, hogy ha a gyerekeknek példát mutattok, és a gyerekekkel együtt mozogtok, együtt vesztek részt különböző művészeti produkcióban, akkor az mindenkinek nagyon sokat ad. Mondom ezt azért is, mert mindannyian tudjuk, hogy az iskola sok mindennek a szintere. Azt szoktuk mondani, hogy ott folyik a tanítás, ott folyik az oktatás. Igen, és ott folyik a nevelés. És ami a nevelés ugye kitágítja, az az, hogy rengeteg szabadidős tevékenység folyik egy-egy intézményben, és a szabadidős tevékenységek köre az ugye mindig a sporttal és a művészetekkel egészül ki. A művészeti nevelés mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy egy egészséges szemléletű társadalom fejlődhessen ki. Nagyon-nagyon fontos az érzelmi töltete a művészeti nevelésnek, de én mindig nagyon komolyan gondolom azt, hogy a sport ugyanilyen fontos, és a pici gyerekeknél mind a kettő, meg a nagyobbaknál is mind a kettő megfér. És az a jó, hogyha mindenből kapnak. Itt, ebben az iskolában minden adott ahhoz, hogy a gyerekek mindenhez hozzájussanak, és ezt erre azért is vagyok büszke, mert többek közt a 900 intézmény megújulásánál, mert a kormány egyértelműen azt mutatja, hogy a vidéki iskoláknak ugyanazt kell tudnia, mint egy nagyvárosi intézménynek. Az odajáró gyerekeknek ugyanazt kell megkapniuk, ugyanolyan tehetségesek, és ugyanúgy el kell jutniuk ahhoz, hogy szakmát tanuljanak, illetve ahhoz, hogy akár egyetemet végezzenek. Kialakításra került egy informatika terem, művészeti szaktanterem, foglalkoztató terem, természettudományos terem és szertára, nyelvi labor, valamint könyvtár. Mások a tantermek, hiszen a pedagógusok tudják, hogy ezeket a tantermeket nem az évnyitón látták először, hiszen azoknak a berendezésében, szépítésében részt vettek. De más ez az iskola. Más ez az iskola, mert szép, új és modern. Más ez az iskola, mert jó ide járni, de jó volt a régibe is járni. Bár aki nem szeretett a régibe, az az újban sem szeret foglalatoskodni, az újban sem szeret tanulni. Tehát jó ez az iskola, és azt szokták mondani, hogy mindig a belbecs számít, a külső igazából nem számít, áltatjuk ezzel sokszor magunkat. De számít. Számít a keret, számít a forma, számít az, hogy a szülők milyen iskolába tudják elküldeni a gyerekeket. Hogy egy modern, világos, egészséges-e az iskola. És számít a pedagógusoknak is, hogy hol töltik a napjuk jó részét. Egy modern, szép, világos, jó felszerelt iskolába. És számít ez a településnek is, számít Fegyverneknek is, hiszen az országot járva kevés olyan település van, mint Fegyvernek. Kevés olyan településnek vannak olyan szorgalmas lakói, mint Fegyvernek városának. És ez a szorgalom, tudjuk azt, a tanulásban, általában az évzáron a bizonyítványban megmutatkozik. De megmutatkozik a városon is. Megmutatkozik a fejlődésén, megmutatkozik azon, hogy Fegyvernek fejlődik,
szépül és épül. Az A és B épületben megvalósult az előírás szerinti akadálymentesítés, a teljes körű energetikai korszerűsítés, valamint eszközbeszerzés.